Vas Albert, erdélyi származású író, nem csak a nemzeti öntudatra nagy hatású verseket, regényeket írt a maga korában, hanem meséket is, amelyek vonzák a gyermeki érdeklődést. Éppen ezért az idei bonyhádi Vas Albert ünnepséget annak a gyermekrajz pályázatnak az eredmény hirdetése vezette fel, amely az író két válogatott mesegyűjteményéből, a Tavak és az Erdők könyvéből, valamint a válogatott népmesék mondákból kiemelt egy-egy művet, amit a tanulók elolvastak, majd megrajzoltak, illetve megfestettek. Az alsó tagozatosoknál győztes Noé Zsanna az erdő és a benne mozgó állatok mellett egy rejtélyes fekete figurát rajzolt az elolvasott Vas Albert mese sugallatára is. Az egy fekete árnyék, amire azt hiszik, hogy szörny. A felső tagozatosoknál harmadik helyezést elért fiú Attila király haláláról olvasottakat próbálta a rajzlapjára vinni. A hiedelem szerint, hogy egy valamiféle ludvérc ölhette meg, egy gonosz szellem. Elvileg reggel találták holtan egy vérző orral, meg a nász éjszakán. Az ünnepélyes díjkiosztó után benépesült a még 2005. január 8-án felavatott az ország első gróf csegei Vas Albertet ábrázoló szobra a művelődési ház előterében. Éppen 15 éve vették a bonyhádi hazafiak a bátorságot, a politikai ellenszél az akkori tiltás ellenére elhozták, míves mészkő talapzatra helyezték a Holtmaros település református templomában addig elrejtett Vas Albert portészszobrot, ami Kolozsi Sándor alkotása. A jubileumi 15. megemlékező ünnepséget tartotta Bonyhád városa a Vas Albert törzsasztal szervezésével, amelyen a koszorúzás előtt Kovács Gábor a törzsasztal elnöke tartott a szobor Bonyhádra hozatala minden mozzanatát felidéző ünnepi beszédet.